Szia! Ebben a videóban szeretnék készíteni magamnak körömvirágkrémet. Hét evőkanál, sert és zsírt, már oda is készítettem az edénybe, illetve hét evőkanál körömvirág szírmot próbáltam ledarálni, hogy az így néz ki. Ez is hét evőkanál, körömvirág szírom, illetve még szeretnék beletenni három darab szegfűszeget és akkor úgy fogom készíteni, hogy szépen, nagyon-nagyon lassan, nagyon kis lángon fogom melegíteni. Olvad a zsír a melegen, és akkor hozzá szeretném önteni ezt a hét evőkanál megőrölt körömvirág szírmot. És nagyon-nagyon lassú tűzön fogom melegíteni. közben fel is ez a zsíradék, és akkor nézd meg, milyen szép kis uh, krém lesz majd belőle. Most uh, lekapcsolom a gázt, és uh, hagyom itt egy nagyon picit, amíg kihűl, és akkor üvegekbe fogom tölteni. Körülbelül 10 percet állt, nagyon jó állaga lett szerintem. Ahogy lekapcsoltam a tüzet, kivettem belőle a három szegfűszeget, és akkor most készítettem ide egy ilyen picike kis üveget és le fogom szűrni ezt a körömvirág krémet el is készültek a krémek szépen átszűrtem és akkor majd hogyha szépen megdermedt akkor rá fogom tenni szépen a tetejüket és tudod használni rovarcsípések ellen, esetleg napégés ellen, ehető, tehát esetleg ingyulladásra is használható, és én tényleg csak varázskrémnek hívom, mert nagyon-nagyon jó, és akkor így természetes ez a krém. Remélem lesz kedved megcsinálni, kipróbálni. Minden jót kívánok neked, jó egészséget! Szia!